Köszöntök mindenkit! Önök a Hírodalom külön kiadását látják 1848 eseményeivel. A cenzúra eltörlését követően számos népszerű újság napilappá formálódott. Köztük a Pesti Hírlap, Budapesti Híradó, Jelenkor és a Nemzeti Újság is. Szerencsére számos forrásból tudtak tájékozódni az érdeklődők a fővárosban és vidéken egyaránt. A különkiadás célja, hogy egy más szemszögből közelítsük meg az idei év eseményeit. A Hírodalom elküldte a fürkészeket és sportjázókat, hogy kizárólag hiteles forrásból gyűjtse össze a legfontosabb pletykákat. Pilvax vagy Fillinger? Az eredetileg Pilvax néven futó kávéház 1838-tól Pilvax Károly tulajdonában állt, ám 42-től hivatalosan Fillinger János vezetése alá tartozik. A környéken élők elmondása szerint sokan nem is Pilvax, hanem Fillinger kávéház néven emlegetik a ma már jól ismert vendéglátó egységet. Az akciók ereje. A korábban említett kávéház a népszerű cég modelljének köszönhetően, miszerint minden nap akció várja az oda betérőket, csábította a fiatalok sokaságát. Továbbá maga a helyszín is vonzó, hiszen minden fontos politikai intézmény megtalálható a közelében. A vezetőség döntése jónak bizonyult, hiszen a megfelelően felépített cégmodell tette lehetővé, hogy ne csak egy kávéház legyen, hanem a kávéház. Az intőjel. Petőfi Sándor és Vasvári Pál politikus a tervezett felkelés részleteit beszélték meg, mikor Vasvári a nagy hévben leütötte a költő sétabotjáról a szuronyt, ami egyenesen egy ajtó félfába csapódott, természetesen Bécs felé mutatva. Tudtuk meg a környékbeli lakosok véleménye alapján. Mai kérdésünk. Ön szerint merre mutatott Petőfi nyele? A. Bécs. B. Ki az a Petőfi? C. Szibéria. A helyesen válaszolók közül kisorsolunk egy zsák krumplit, egy üveg kocintósbort és több mint 10 zacskó szotyolát is. Landerer beépített ügynök volt. Egyes pletykák alapján a hivatalos cenzori pecsét kikerülését támogatta a nyomda tulajdonosa. A bal fülükbe megsúgta a fiataloknak, hogy az ő keze meg van kötve, de ha elfoglalják a helyet, kikerülhetik ezt az akadályt. Köszönjük a figyelmet, és ne feledjék, a tények tőlünk függnek.